Az orosz erők védekezés alá tértek támadásra a Bakhmutnál kialakult frontszakaszon. Ezt ukrán források is megerősítették, és ezt látszanak alátámasztani az orosz hadsereg által közzétett felvételek is, amelyeken harcjárművek és tüzérségi fészkek láthatóak, amint ukrán állásokat lőnek. Bakhmut tavaly májusban került orosz kézre több hónapos véres harcok után, amelyekben Wagner zsoldosok játszották a kulcsszerepet. Stratégiai értéke elhanyagolható, de mind az oroszok, mind az ukránok nagy jelentőséget tulajdonítottak neki. A rommá lőtt város még nem sikerült teljes egészében visszafoglalnia az ukrán hadseregnek. Az orosz csapatok stratégia váltásának hátterében az áll, hogy megpróbálják bekeríteni a Bakhmuttól délnyugatra fekvő Advijivka várost. Ezek eddig sikertelen kísérletek voltak, és az orosz hadseregnek nagy véráldozatába került. Kijev szerint a konfliktus kezdete óta az ellenség emberveszteségei meghaladják a 300 ezret. Az adatot lehetetlen ellenőrizni.